Na, itt vagyunk az erdőben a srácokkal, és éppen a Csabinak a születésnapja ajándékát kóstoljuk, amit Petykótól kapott, mégpedig egy Mátrai Free személyében 2008-ból. Azt kell tudni, hogy ez a bor, ha megnézzük, akkor mindent megnyert az égvilágon, gyakorlatilag vinagóra, pannonbormustra, még külföldi díjakat is bezsebelt, pedig egy mátrai házsalőről beszélünk, ami azért Mátrában nem egy alaptétel. 15 és feles alkoholja van. Viszont nagyon szépen belesimul a borba, inkább a melegségen érezni, hogy ez bizony magas alkoholfokú bor. Nézzük, milyen. Reduktív technológiával készült. Annyira jön benne a fajta, hogy ez valami döbbenetes. Én ezt mondom házsalőnek, pedig jó pár házsalőt kóstoltam már Tokajból, és mégis azt mondom, hogy ez szinte az összes szárazhársat szétüti, még a Demeternek azt a legendás házsevelőjét is. Úgyhogy azt mondom, hogy jelen pillanatban ez a top 1 házsevelő, ami kapható. Nem tudom, mennyi az ára, mert ajándék volt, de majd utána járunk. És köszönöm szépen. Köszönöm. Folytatnám az előttem szólóknak a mondani valóját. A Freeze-ről beszélünk, ez egy gyönyörű szép házsevelő, nagyon töppet az ízvilága. Hasonló, mint egy jóféle tokai házsevelő, de mivel reduktívebből kifejezőleg sokkal jobban hozza a fajtának a jellegét. Az a kérdés, hogy vajon meddig állna ez a bor? Igazából szerintem már túl van egy kicsit a csúcson, már visszafogottabbak az ízjei, kicsit a sav dominál jobban, ami megmaradt ugye, meg az alkohol. De mellett még mindig egyensúly van, de 2 év múlva szívesen újra kóstolnám, hogy vajon mi lett belőle, mert akár lehetne ez egy etalon, és így a házsevelők kategóriában, amit mi valahol kóstoltunk, úgyhogy gyönyörű szép bor. Jó, köszönöm.